130 milliárd eurónyi közvetlen brüsszeli forrás érhető el a 2014-2020-as időszakban a hazai pályázók számára. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa Kis Antal mutatta be azt a honlapot Kisvárdán, amin keresztül kategóriákra bontva folyamatosan frissülve magyar nyelven találhatók meg az éppen aktuális Európai Uniós pályázatok. A Magyar Fejlesztési Központ a magyar kormány megbízásában egy olyan nagyon egyszerű és átlátható honlaprendszert hozott létre, amely mindenki, aki képes rá, az Európai Unió közvetlen, tehát Brüsszelből kiírt és Brüsszelben elbírált pályázatain részt vehet. Ezek a pályázatok összértékben 130 milliárd eurót jelentek a 7 éves ciklusra. Az élet minden területét lefedik. Az egészség, a sport, a kultúra, innováció, tudomány, oktatás, kutatásfejlesztés, sorolhatnánk a területeket. Mindenki számára nyitottak, és az, hogy mi ezt a hónapot magyarul indítottuk el, nem csak Magyarország, hanem a Duna régióban, a Kárpát-medencében beszélő közel 13 millió magyar számára egyaránt nagy segítséget jelent. Egy hónap alatt több mint 200 ezer letöltés, oldaletöltés volt honlapunkon, ami azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés, és mindenki jó reményekkel és nagy elánna veti magát bele az Európai Uniós pályázati világba. Mi feladatunk az, hogy a 14-20-as időszakban jól szerepeljünk, nagyon sok pénzt tudjunk hazahozni, amire minden esélyünk megvan, hiszen ahogy a nyerőmagyarok.eu oldal mutatja, amit szintén mi szerkeztünk, már vannak olyanok, akik ebben a ciklusban nyertek, olyanok is, akiknek már mi is segítettünk, a mi közreműködésünkkel is vettek részt pályázatokon. A múltat nem tudjuk ilyetén módon tökéletesen feltárni, de az biztos, hogy nagy lehetőség van, és szeretnénk maximalizálni azoknak a számát, akik képesek és alkalmasak arra, hogy elinduljanak ezeken a pályázatokon. A honlapon most kb. 70 pályázat van, ami nyitott pályázat. Az EU-ban kb. 5 és 600 közötti pályázatot írnak ki évente. Ebből azokat, amelyek publikusak, mindenki számára elérhetőek és pályázhatóak, azokat tesszük ki folyamatosan a Magyar Fejlesztési Központ munkatársainak a közreműködésével. A pályázatok magyarul.eu oldal az, amelyeket folyamatosan frissítünk, tehát ha megjelenik egy pályázat, akkor 3 napon belül magyarul rövid ismertetőben és részletesen is angol nyelvű dokumentációval is elérhető. Ez nem kis feladat, tehát itt eligazodni ebben az Európai Uniós dzsungelben, ez bizony a kollégáimnak is a türelmét és a kapacitását maximálisan leköti, de megoldjuk, ez a feladatunk. Tehát nyomon vagyunk, minden magyar pályázat tudni fog néhány napon belül arról, hogy mit ír ki az EU. A nyerő magyarokon pedig reményénk szerint minél több sikeres pályázatot fogunk bemutatni, amiben azért már ebben az időszakban sincs hiány.